Tiszteltel köszöntöm Önöket! Szentkirályi Alexandra visszalépésével a Mi Hazánk mozgalom maradt az egyetlen erő, ami kiutat mutathat a még megmaradt nemzeti elkötelezettségű, hagyománytisztelő fővárosi lakosság számára. Vitézi Dávid ugyanis annak a belvárosi, szélső liberális elitnek a tagja, amely Karácsony mögött is áll, és amely multikulturális mocsárba züllesztené a magyarok fővárosát. Vitézi városvezetési víziói eddig is káoszhoz vezettek. Elég talán arra az esetre gondolni, amikor sávlezárásokkal bénította meg Budapest közlekedését, és ez volt az a pont, ahol Tarlós István, a főnöke, megelégelte Vitézi tevékenységét, és egy csípős, Vitézi sajátos szexuális irányultságára vonatkozó megjegyzés kísérletében kiebrudalta őt a városházáról. A Mi Hazánk mozgalom nem fogja hagyni, hogy a szélsőséges liberálisok a magyarok fővárosát a nyugat-európai nagyvárosok szintjére züllesszék. A Mi Hazánk rendebb terem Budapesten, és élhetővé teszi a fővárost.